A kupában egy kis csapat a sorsoláskor általában vagy vele azonos erősségű ellenfelet, vagy egy nagy csapatot szeretne kapni. A nagy eset esetében az utóbbi forgatókönyv valósult meg, mivel Fortuna a legnépszerűbb magyar csapatot juttatta a vármegyei első osztályú együttesnek. Nagyon örültünk természetesen neki, mivel úgy gondoltuk, hogy egy NB1-es csapatnak az érkezése lenne az igazán nagy dobás, mert NB3-as keretet is azért elég erős lett volna kijutni, bármelyik csapatról is beszélünk, úgyhogy örültünk természetesen a Ferencvárosnak, ez nekünk teljesen jó volt. A bajnokság nem indult jól a nagyecse számára, eddig egy győzelem mellett három vereséget szenvedett Harbula Balázs együttese. Kupában jól szerepeltünk mind a két csapatot, ugye mondhatni azt, hogy a Szobosztót simán, a másik, ugye megszenvedtünk a Maklára. Ott is látszottak azok a jelek, ami sajnos bajnokikon ki is jöttek. Igazából kevesen vagyunk, és múlt héten is 6 sérülte kellett ugye, nélkülöznem, 10 felnőtt korú játékossal álltunk föl, többiek rifisták voltak. Így azért nehéz, főleg úgy, hogy ők mi nem vették fel a bajnokság ritmusát. Nem megpróbáltunk így helytállni, aztán nem sikerült Csengerbe, tehát azért az egy győzelem és a három vereség sajnos önmagáért beszél, ezen majd próbálunk a jövőben javítani. Nyilván a Fradi ellen meg egy teljesen más mérkőzés következik. A Ferencváros legutóbb 2015. októberében játszott Nagyecseden. Akkor is a kupa harmadik fordulójában találkozott a két csapat, és a zöldfehérek 10-0-ás győzelmet arattak. A nagyecsedi edző elmondása szerint ezúttal is reálisan látják az esélyeket. Próbálunk labdákat szerezni, és azt megjátszani a célemberek felé. Meglátjuk, nyilván mérkőzés kimenetre talán egyértelmű, viszont megpróbálunk egy-két támadást mi is vezetni, eljutni a kapuig, vagy esetleg, hogyha nagyon nagy csoda történik, akkor gólt is szeretnénk szerezni. De hát ez még egyszer mondom, hogy minden futballist úgy megy ki, hogy szeretne játszani, szeretne átvinni a támadó harmadba a labdát, úgyhogy ez mindenképpen erre törekszünk majd. Kérdés az, hogy mennyi teret enged nekünk a Ferencváros. A felújított pályát felavató Nagyecsed-Ferencváros kupamérkőzés szombaton 12 óra 45 perckor kezdődik, az előzetes jegyeladások alapján több ezer néző előtt.